Ugye mi is az íj? Az íj az egy kétkarú rugó, amit a ideg tart feszített állapotba, és hogyha még több energiát adunk neki azzal, hogy jobban megfeszítjük az ideget, így képes előni viszonylag nehéz veszőt is. A őskortól kezdve használják ugye szerte a világon, egyedül Ausztráliában nem ismerik a íjat. Nem is ismerték, nincsen rá lelet, nincsen semmi. Mindenhol máshol a világon igen. Az íjaknak különböző formái alakultak, ebből a legegyszerűbb ez a boti, ami gyakorlatilag tényleg úgy néz ki, hogy egy botot meghajtunk. Gyerekkorunkban ugyanezt csináltuk magyaróágból. Ennek a legkifinomultabb formáját ezt az angolok csinálták meg, ezt az angol hosszú íj néven híresült el. A keleti pusztákon, sztyeppéken, illetve távol-keleten teljesen más irányt vett az íjaknak a fejlődése. Ennek az okát pontosan nem tudjuk. De valószínűleg abba keresendő az oka, hogy más anyagok álltak rendelkezésre, és ezekből a más anyagokból voltak kénytelenek dolgozni. Ebből kifolyólag a sors úgy hozta, hogy ezek az íjak azért lényegesen nagyobb teljesítményűek, illetve jobb hatásfokkal rendelkeznek, mint egy sima boti. Sajnos a Kárpát-medence talaja az alkalmatlan arra, hogy ebben megmaradjanak egészben íjak, viszont a Kaukázusban, illetve a orosz cseppéken több helyen maradtak meg egészben íjak. De az íj, ami a kezemben van, ez egy ilyen íjnak, ez a Gogopszi Uni-nak a hiteles rekonstrukciója. Amit érdemes tudni róla, ezekről a típusú íjakról, viszonylag hosszú szarvuk van, teljesen aszimmetrikusak. Az anyaga középen egy famag, a nyomott oldalon, tehát ami az íjász felé néz oldal lesz a hasának híjnak, ott szaru van, a külső oldalon pedig egy íjréteg, ami kb. 10-szer jobban nyúlik, mint a fa, és vissza is nyeri az alakját utána. A szarúra ugyanez igaz, hogy jobban bírja a nyomást. Ebből a három anyagról kombinációjából egy viszonylag rövid, de rendkívül hajlékony íjat lehet készíteni. A rövidsége, hogy fontos-e vagy sem, ez erre megy még a vita, igaziból nem fontos. Tehát a japánok egy borzasztó hosszú íjat használnak, lovon is akár. Az angolok, a franciák, több ábrázolás, leírás van róla, hogy bizony a lovagoknak hosszú íja kellett, hogy tudjanak lőni lóról. Az egy más kérdés, hogy ez nem volt egy kifinomult technika, tehát fölültek a lóra, aztán lőtek róla és kész. Ez nem ugyanaz, mint a pusztai népeknek a komplet lovas hadviselése. Viszont azt is látni kell, hogy ez az íjászat, amit a 10. században csináltak, ez egy teljesen más jellegű, mint a későbbi korokban, 12., 13., 15. század. Hogy mi utal erre? Erre az utal például, hogy az általános 7., 8., 10. századi ábrázolásokon minden ilyen homokóra, mindegyiken ilyen homokóra formájú tegeszt láthatunk, amiben hegyen fölfelé vannak a nyilak. Ez utal egy csomó dologra, ami nem következik feltétlenül abból. Ugye régen a régészek azt mondták, hogy szakrális okokból voltak hegyen fölfelé nyilak. Nem igaz, nem szakrális okokból voltak hegyen fölfelé nyilak. Azért voltak hegyen fölfelé nyilak, mert többféle nyílhegyet használtak, és le lehet válogatni, hogy melyiket szeretném éppen használni a felhasználástól függően. Ez az egyik. A másik, hogy nem lehet használni, mert nem böködi meg az embernek a kezét, mert fedele van a tegeznek, tehát nem. De ez kifejezetten lovas felszerelés. Tehát ebben mozogni normálisan, ebben letérdelni, vagy bármit nem lehet, mert nem erre találták ki egész egyszerűen. Hogy miért hegyen fölfele vannak a nyilak benne? Azért vannak hegyen fölfele a nyilak, mert sok technika van, amit használunk magának a nyilvessző ellövésére. Ebből a ma elterjedt technika, ez a három ujjas mediterránnak hívott húzásmód. Ez érdekes egyébként, mert ugye mi mediterránnak hívjuk,
A rómaiak ezt pártus húzásnak hívták, az összes cseppinél meg római húzásnak hívták, tehát igaziból. És pont a mediterránumban nem terjedt el egyébként egyáltalán. De ma ezt használják elsősorban, sok oka van neki, hogy miért. Mások a követelmények most, mint annak idején voltak, tehát ha nézzük azt, hogy a régi leírások szerint, hogyha 70 méterre a harcos meglőtte a 1 méter átmérőjű célt, akkor egy jó lövésznek számított, most az olimpiai játszok 90 méterre 10-es nőnek 10 centi átmérőjű. Tehát nem ugyanaz a követelmény, én azt gondolom. Viszont ehhez a lövés, vagy ehhez a pontossághoz szükségeltetik a három ujjas húzást. Viszont a pusztákon, ahol harc helyzetben használták, ott nem volt ez feltétlenül létszükséglet. Viszont a keleti húzások, ami vagy hüvelykes, vagy perzsa, vagy egyiptomi, teljesen mindegy, egy jellegzetessége van, a hüvelykújon fut ki a vesző, és az íjásztól elfelé levő oldalon. Hogy miért jó ez? Ez azért jó, mert gyakorlatilag nem kell azzal foglalkozni, hogy mennyire kemény egy vesző, vagy mennyire nem. Miután a lövés pillanatában nem éri el a markolatot, hanem elfelé fog menni tőle valamelyest. A másik, amiért ez majdnem biztos, hogy így használták. Az összes ábrázoláson, ami látszik, hogy nyílvesző van kézben és nem pusztából vagy tegezből töltenek, mindig kettő vesző van és mindig húzókézben. A kettő vesző húzókézben az arra utal, hogy valamelyik keleti húzást használták, akár perzsát, akár hüvelykest, akár bármelyiket. Húzókézben nem lehet úgy lőni, fizikálisan nem lehet, hogy mediterrán húzással próbál az ember. Tehát ez kiesik alapból, mert minden módon úgy van. Miután le lehet válogatni a veszőt, és ez még mindig a lovas alkalmazás csak, gyakorlatilag innentől kezdve ez, hogy mennyire lesz pontos, vagy mennyire sem maga a lövés, ugye ez csak az íjásztól függ. A töltés maga az viszonylag egyszerű. Most több helyen látható sportnak a harci íjászathoz nem túl sok köze van. Tehát egy harci veszővel ezt a fajta módszert ezt el kell felejteni. Részint azért, mert egy erős íjhoz nem lehet így hozzáfogni a veszőket, mert azt meg is kell húzni. Erős íjról beszélünk, akkor 80-90-100 fontos íjról, aminek mondjuk 40-50-60 kg húzóereje van akár. Szokták azt mondani, hogy ki lehet úgy húzni, hogy evagdalj össze az embernek a kezére, én ezt azért megnézni. Főleg akkor, amikor ezt tényleg tempósan kell csinálni. Én azt gondolom, hogy ez nem működik. Ebben az esetben, hogyha keleti módon lő az ember, ez a veszély nem áll fenn, semmilyen módon. Kell egy határvonalat húzzunk aközött, hogy természetesen egy lovas íjász azért képes, hogy gyalog is lőni. Tehát ugye ezt lássuk tisztán, hogy nem csak lovon tud lőni, hanem ő tud azért gyalog is. De miután ez a felszerelés önmagában kifejezetten lovas cucc, ez mellett némiképp párhuzamosan, de aztán később időben egy picivel eltolódva megjelennek a lapos tegezek, és egy kicsivel más technika. Ennek sok oka van, az egyik az, hogy változnak a hadi felszerelések, tehát a teljes bevasalt lovagok előbb-utóbb eltűntek. Borzasztó drága, nehéz fenntartani, és nem sok mindent ér. Tehát azt azért látni kell, pont a mohácsi csatában megmutatkozott, hogy a mennyire bevasalt magyar seregek, mert ők be voltak azért rendesen páncélozva, meg minden. Gyakorlatilag egy olyan félig páncélozott, ez a törököknél a spáik nehéz lovasságnak számítanak. Egy viszonylag könnyű pikkely páncélban megfelelő védelmet biztosít, de mozgékony maradt tőle az ember. Gyakorlatilag ezzel szemben egy égben támadó lovasság semmit nem ért. Ott ezek a fegyverek sem érnek semmit, tehát nem kellett már az a fajta félelmetes átütő erő, azok a 50-60 grammos veszők, amiről beszélünk, amik kellenek a páncél átütéséhez. Megjelentek a magyarok között is a török típusú íjak. Erre Dürernek van egy 1514-es metszete, ami egy huszárnak, egy magyar huszárnak a felszerelését ábrázolja. Török tegez, török íj van rajta.
miért is változott volna egyébként bármi más, és gyakorlatilag a végvári időkben a két szemben álló félnek a fegyverzete, a ruházata, a harcmodora szinte abszolút megegyezett. Viszont akkor már annyit változott a dolog, hogy ehhez a fegyverhezethez egy másmilyen jellegű íj dukád. Hogy miért? Azért, mert az íjat még a 10. században, 11. században, akár 12. században is kifejezetten távolsági fegyverként használták. Tehát gyakorlatilag erről szól az egész pusztai hadviselés, hogy megsorozzuk az ellenfelet, amíg föl nem bomlik annyira a hadrendje, hogy már nem tud mit kezdeni, és akkor utána, hogyha még kell, akkor ugye közelharc fegyverekkel leküzdjük. Ez annyit változott a 13. 14. századra, köszönöm szépen, hogy törökök kifejezetten közelharc fegyverként említik az íjat. Tehát ők azt mondják, hogy ha 3 méterre ott szalad előtted az ellenség, lőd le. Tehát ne állj le vitézkedni vele, mert felesleges és céltalan, és stb. Ennek megfelelően változott a felszerelés is. Lettek kisebb íjak. 1 méteres íjak, mert amikor beleteszi az ember az íjtartó tegezbe az íjat, ami az oldalán van, ezzel kell tudni mozogni, ez már nem karistolhatja a földet, nem húzhatja, lenne egy 1 méter 30 centis íjat, nem lehet húzni a földet, de egy 1 méteres íj az már elfér. Megjelentek azok a tegezek, amik nem mozognak. Tehát annyira nem mozognak, hogy ezzel gyakorlatilag bármit csinál az ember, mindig ugyanott maradnak a nyilak. És hozzá a technika is természetesen, ami már nem a pusztai technikát követi, hanem egy ilyen félig közelharcos stílus. 8. századtól vannak erről leírásaink. Mi szerencsétlen helyzetben vagyunk, mert ugye a magyar íjászatról annyi maradt fel, hogy mentsen meg a Úristen a magyarok nyilaitól bennünket, és semmi több. Viszont miután mégiscsak valahonnan keletről jöttünk, rengeteg egyéb leírás maradt fenn Bizáncból például. 8. század Bizánc állandó kereskedelmi hadi házasodási kapcsolatba álltunk velük. Rengeteg maradt fenn 11.-12. századi nem oszmán török, hanem még szeldzsuk török leírás, akiknek a rabszolgáik, akiktől az íjászatot tanulták, belső Ázsiából, Kaukázusból, a pusztákról származnak, tehát gyakorlatilag a mamelukok, akik a egyik legjobb íjászok voltak közöttük, azok mind belső Ázsiából származnak. Ugyanazt az íjászatot művelik, ugyanazzal a technikával. Őtőlük tudjuk, hogy milyen követelményeik voltak. Például követelmény volt az, hogy 70 méterre tudjon előni úgy a víjász, egy 1 méter átmérőjű célra, mint ez a veszőfogó, hogy azt el is találja, akkor jó íjásznak számított, volt benne egy kis nehezítés azért, tehát 70 méterre úgy kellett neki előni, hogy el kellett lőni egy kötél alatt, ami 2 méter 30 centi magasan volt. És úgy kellett előni azt a 3 nyilat, hogy amikor az első belemegy a veszőfogóba, akkor a harmadikat már előtte. Ez nehezítés. Tehát ezt lássuk tisztán, mert gyakorlatilag még nem sikerült megcsinálni. Magyarországon én nem tudok jelen pillanatban emberről, aki meg tudja ezt lőni. Így. De ez egy átlagos feladat volt annak idején. Van Bizánc, a 8. századi bizánci leírásban pontosan le van írva, hogy hogyan kell gyakorolni az íjásznak ahhoz, hogy ő egy jó íjász legyen majd később. 5-6 év volt egy íjásznak a kiképzése, tehát egy magas harcértékű harcosnak számított, egyébként nem csak nálunk, hanem Angliában is. Amikor azt mondjuk, hogy a magyarok kétszer olyan messze el tudtak lőni, mint a nyugat-európai íjászok, akkor azért ezek egy kicsit a léc, mert amikor a hosszú íjról beszélünk, akkor ugye mindenki az angol hosszú íjra gondol. De az angol hosszú íj, ez egy nagyon kifinomult technika már, és a rajtuk kívül senki nem használta. Tehát a frankok, a germánok, a egyebek, ők inkább ezeket a holmegár típusú vikingeknek voltak ilyen rövidek, nem lehetett velük messze lőni kb. 120-130 méterre. Hát ha ezt nézzük, akkor tényleg kétszer olyan messze előttek, mert egy szaros ilyen mondjuk egy ilyen 230-240 méter meglőhető harci veszővel. De
abban a pillanatban, hogy az ember elkezd borzasztó gyorsan lőni egymás után, amilyen gyorsan csak tud, abban a pillanatban a lőtávolság drasztikus, hogy el kell csökkenni. Vagy miért? Fizika. Minél gyorsabban próbálok lőni, annál kevésbé húzom ki az íjat. Tehát megnézzük a svéd fickót, Lars Andersen, ő 22 szót húz bele körülbelül az íjba, ami nem túl sok. Húzatolja az íjat, tehát hogy ez már egy speckó technika, amit ő használ. Tehát ő nem így lő, hogy kinyújtja a kezét és húzza az íjat, hanem ő így lő. Tehát ő tolja. Inkább beletolja, mint hogy húznál. De ez a mámletátú erőt. Tehát látni kell, hogy minden így a teljes húzáshoz adja le a legnagyobb teljesítményt. Ezt lehet is látni, most vagyunk annyira messze talán. Egy európai típusú archoz húzott húzás között szemben látható különbség van a vesző sebessége, és tehát ez a ugye klasszikusan ma így lövünk versenyeken. A törökök, a magyarok, meg így lőttek. A kettő közt azt hiszem, hogy szemben látható különbség van. Tehát a vesző sebességbe, a áthatoló képességbe és egyebekbe. Megpróbálom még egyszer előadni ugyanezt a mutatványt. Ugye ez egy sima fix pontba archoz húzott, ez pedig... pontosan azért, mert a kettő alkalmazás az nem ugyanaz. Amit tudunk például a... Nem megyek éppen. A leírásomból ez a különleges vonal mindig jobban számított, mint maga a célterület. Ezt ugye itt az elején már mondtam, hogy miért is, tehát hogyha egy embert megpróbálok hasba lőni, mert harcosról beszélünk nyilván, tehát nem az a cél, hogy igen, egy széles embert adott esetben, mert ha elcsúszik, amíg vonalba csúszik el, addig nincsen nagy baj. Már az én szempontomból nyilván. Csak így oldalt fordulnék ám, és akkor csak a kisebb. Ez egy érdekes dolog, ez az oldalra fordulás, mert az ember éppen elfele szalad, vagy felé szalad a másiknak, akkor nem így. Tudom, egy ilyen sorszés futás. Ez egyértelmű. Viszont, miután ugye ilyen tartásról nincsenek se ábrázolásaink, se leírásaink, se semmi nem is működik igaziból, azért azt látni kell, hogy nagy részt egy tegeztőt töltöttek. Tehát amit látunk, egy-két veszőt látunk kézben, inkább kettőt. Tehát általában az ábrázolások mindig két vesző van kézben. Ez szerintem körülbelül arra utal, mint a pisztolylövésnél most, hogy egyet nem lövünk soha pisztolyon, mindig kettőt lövünk. Ez pontosan erről szól ez a dolog. Tehát az elsőt elhibázom, a másodikat meg oda teszem, ahova kell, mert annyit korrigál az ember. Ez az egyik. A másik. Amíg íjászatról, ugye arról beszélünk, hogy fix pontba húzunk. Tehát ugye ez a pontos lövés alapfeltétele, hogy ez a két pont megegyezik, és fix pontba húzok. Ez pontosan addig működik, amíg az ember nem kerül egy olyan szituációba, amikor mozdulni kell. Hát ez onnantól kezdve a fix pontos húzás megszűnik. Tehát onnantól kezdve az izommemóriának kell dolgoznia, mert már nincsen fix pont. Tehát van még ez a kettő, ez megvan, de ez már nincs meg. Tehát ha egy mozgás közbeni lövéskor, főleg ha még sikerül is tudkolni, ugye ezek a fix pontok, ezek már nem élek. És ami még fontos, hogy a korabeli kiképzés az ajkaknak, vagy noknak, tehát tök mindegy, hogy hogyan hívjuk. De ajak a szebb kifejezés egyébként, mert valami is magyarabb. Azért az nem olyan hiperpontos, mint a mostani műanyag. Hát mai ilyászoknak a 80%-a nem tud lőni. Nok nélküli. Azért nem tud lőni sok esetben, mert nem pattanik rá a nok. Hűha. Most erre csak ennyit tudok mondani, hogy hűha. Mert nem kell, hogy ápottanjon. Tehát egy helyes technikánál, ugye na, a 47 pontos ilyezet ez a veszők, ez már nem feltétlenül elég. Mert ez már csak úgy odaejti.
Tehát innentől kezdve, ugye az, hogy a harcos éppen térdel, vagy mit csinál, annak a tegeznek, annak mindig ugyanott kell lenni. Mindig ugyanott kell tudjon nyúlni. Hát most az, hogy éppen szarul, nem igaz. Fényező víz hiányban szenved. És még egy nagyon fontos dolog. Van két-három olyan technika, mint a régi leírások említenek, amivel valamelyest fokozni lehet az ének a teljesítményét. Illetve nem is feltétlenül, hát igen, nem is feltétlenül a teljesítményét, hanem kiegyenlíteni azokat a különbséget, ami vesző és vesző között van például. De igen, akár a teljesítményét is, mert a katra nevű török technikával az egy 20%-kal nagyobb sebességet lehet elérni. Valamelyes pontosabbá is teszi egyébként a lövést. Ez megfelel a mai olimpiai ijászoknak, tehát utánkövetésnek, amikor hagyják billeni, csak a török beletolja még egy kicsit. Ez ismert más verziókban is, tehát ez ismert ilyen kifordítós mókában is. Mindnek megvan a maga előnye. Nem tudjuk, hogy ezt használták-e. Azt látni kell, hogy a magyar íjak markolata az alkalmatlan erre. Tehát ez kell kifejezetten ez a fajta markolat. Viszont a 13. században, 14. században Magyarországon már használták. Tehát most, amikor magyar íjászatról beszélünk, akkor ugye nem csak a 10. századról, hanem ugyanúgy a végvári időkről is beszélünk, bár ez egy rövidebb periódus. Azt azért látni kell, mert mi magyarok sokkal hamarabb átvettük a lőfegyvereket egyébként, használatba vettük, mint a törökök, akik behozták. Tehát ők megragadtak egy szinten, mi viszont nem. Tehát nálunk a huszárság nagyon hamar lecserélte az ilyet lőfegyverekre.